Miről is van szó? Mit ünnepeltek? Tudjátok, a második világháború végén, 1945 áprilisában az oroszok üzték ki Magyarországról az utolsó német csapatokat, de Magyarország nem lett szabad és független, mert nyomban kezdetét vette a sztálini szovjet-orosz uralom kiépítése, amely katonai erőszakoskodásban, az ország megszállásában és kifosztásában, a hadifoglyok és a polgári lakosság elhurcolásában nyilvánult meg. Sztálin ugyanis egyszemélyes önkényuralmat épített ki, s magyarországi helytartója, Rákosi elvtárs mindenkit kivégeztetett, aki ellene mert lázadni. A magyar nép azonban nem tudta sokáig ezt a szellemi és fizikai elnyomást, s 1956. október 23-án a sztálini zsarnok orosz uralom ellen Budapesten felvonulást szervezett. Gosztonyi Péter föltámadott a tenger. 1956 története nem csak forrongás és harc volt, hanem az elmúlt 100 év legnagyobb boldogsága is. Maga a mennyország volt az a 10 nap. Boldogságban úszott akkor az egész ország. A durvák megszelidültek, a zárkózottak kinyíltak, a zsugoriak bőkezűek lettek, a keserűek mosolyogtak. Sőt, a reményvesztettek is bizakodni kezdtek. Örömmámor áradt szét a szívekben. Jó volt Magyarországon élni, jó volt magyarnak lenni. Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a napok. 1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt. Szép és dicső. A bal sorssal tépő történelmi idő közepette meleg sugárzás és fénylés. 1956. október 23-án az egyetemi diákság békés tüntetés szervezett Budapesten. A kora délutáni órákban mind többen csatlakoztak, főleg munkások, egyszerű emberek, járókelők. A tüntetés mozgalommá nőtt. Ez az elindítója az 1956-os forradalomnak, melynek célja a zsarnoki uralom lezárása. Sinka István, üdv néked ifjúság! Üdv néked ifjúság! Üdvözd légy magyar nép! Ki lángban és vérben születtél meg újra, 3 nagy éjszakán vad ágyú dörgésben. Melyik nép írta fel mostanában magát így, hogy aranyat adott kezébe Isten újja? S mely nép beszélt így az önmaga nevében, mint angyal, mikor harsonáját fújja? Bús igájának fájára írja hát, s mint annyiszor a megsárgult 1000 évben, vérrel és vassal tanítja zsarnokát. Az esti órákban a hősök terén ledöntötték a Sztálin szobrot, a 12 éves idegen zsarnokság jelképét. A tömeg megrohanta a ledölt szobrot, és újjongva mászott fel rá, s próbálta kitombolni azt a tengernyi keserűséget, amit 12 év alatt elszenvedett. A forradalomhoz. Csodálatos vagy forradalom. Szólítasz, s ha megyünk, ölelsz erős karokkal. El nem eresztesz. Szabadságot adsz, győzöl, vagy eltipornak. Ha nem volnál, mint fényes nap nélkül az ég, só nélkül a kenyér, nélküled mivé lennénk? Fiaid vagyunk, sorsunk a te sorsod, sebünk a te sebed, mártíri testedre óvón leborulunk. A tüntetők a Magyar Rádió épületénél előálltak követeléseikkel az éjszakai órákban. Az összes szovjet csapat azonnali kivonását követeljük Magyarországról. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé titkos alapon új vezetők választását követeljük. A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével, a Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.
általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével. Hozzák nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk. Követeljük a politikai és gazdasági perek felülvizsgálatát, az ártatlan elégedettek szabadon bocsátását, rehabilitását. Követeljük, hogy a Sztálin szobor helyébe az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek. A magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth címer visszaállítását, a magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Tiltakozunk az államvédelmi hatóság fegyveres beavatkozása ellen. Az éjszaka folyamán a megrémült kormány döntött. Segítségül hívja forradalmárok ellen legfőbb támaszát, a szovjet hadsereget. Károly, fölkelt a nép. Mondják, a himnuszt énekelték, úgy indultak a puska tűznek, s a könygáz meg a tűzeltelt ég nem riasztotta vissza őket. Csorgott a könnyük, talán sírtak, csorgott a vérük, belehaltak. Diákok voltak, s ők csinálták a dicsőséges forradalmat. November 10-én hallgattak el az ellenálló csapatok fegyverei. A szovjet fegyverek vérbe folytották a magyar forradalom és szabadságharcot. A forradalmárok közül sokan adták életüket hazánk függetlenségéért. A túlélőket vagy azonnal főbe lőtték, agyonverték, vagy pedig internáló táborokba hurcolták, ahol a szenvedés és halál vált rájuk. Yeah.
1989 óta elfoglalták az őket megillető méltó helyet a magyar történelemben 1956 mártírjai. Azok, akik közülük életben maradtak, nehéz lelki terhet hordoztak magukban hosszú éveken át, s minden mai napig nem tudták feledni 1956 élő emlékét, szellemét. Juhász Gyula, vértanúk. Testvéreim, ti drága, ti áldott vértanúi egy boldog vígjövőnek. Könnyes, meleg sóhajjal reátok gondolom. Most pedig énekeljük el közösen a szózatot. Szeretném megköszönni Sankó Anna tanárnő szervező munkáját, Molnár Erzsébet tanárnő, Kovács Anna tanárnő, Boldog Éva tanárnő, Valdek Nóra tanárnő és Gőz Tibor tanáró segítségét. Műsorunk végén lelkivezetőink segítségével közös imádságra hívlak benneteket. Köszönöm a 10. év folyamdiákjainak a műsorát, hogy közösen emlékezhettünk hőseinkre.